Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Nagy öröm számomra, hogy ismét a községi könyvtár vendégeként köszönhetem Szomolai Tibor prózaírót, akit Tabu döntögető regényei révén ismerte meg a nagy közönség. A felvidéki sáka, fáklyavivő, a klán, cigányúton hatalmas sikert arattak. Szomolai Tibor építészmérnök, jelenleg vállalkozó, aki 1995-ben alapította meg Szlovákia legnagyobb erdei gomba feldolgozó üzemét, ahol cigán származású munkásokat alkalmaz. Felvidék 100 legsikeresebb magyar közt szerepel. 50 évesen lett író. Kiváló nyelvi humorral fűszerezi történeteit. Ma a Cigányúton című legújabb könyvét fogja bemutatni. Remek estének nézünk elébe. Kívánom, érezzék jól magukat. És most átadnám a szót Szomolai Tibornak, az írónak, az estem végének. Köszönöm szépen. Hát tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket, köszönöm szépen, hogy megtiszteltek itt létükkel ezen a könyvbemutatón. Hát nincs is más hátra, vágjunk bele a közepébe, fejembe csapom az igazmondó kalapot, és elmesélem, hogy mi vesz rá arra egy gázsót, hogy könyvet írjon a cigányokról. Mert ugye azért ez nem egy szokványos téma, én legalábbis másokról nem tudok. Hát nekem több okom és több indítatásom is volt arra, hogy velük foglalkozzam. Hát elsősorban ugye rimaszombati lakosként el vagyok látva élményanyaggal elég géderékig, hónalig, úgyhogy hát ott ezt nem is lehetne félrenézni. És már szó volt róla, hogy a vállalkozásomban is kapcsolatban vagyok velük, ugye enyém Szlovákia legnagyobb erdei gomba feldolgozó cége, és a cigányok szedik össze az erdőkben a gombáink 99%-át, sokan dolgoznak nálam a cégben. És mivel ez a vállalkozás már 97-től megy, idestóban 26. éve, hát ez alatt az idő alatt ugye rengeteg élményben volt részem velük kapcsolatban, hát ezek közül is jó pár belekerült a regénybe. De valójában nem ez volt a döntő, mert azért a cigányokról más is tud eleget. Én inkább arra gondoltam, hogy ez is egy ugyanolyan zűrös téma, mint amiben a többi regényemben is eddig ez idáig megjelent. Hát ugye a felvidéki szágában a szlovák-magyar együttélés az se túlságosan zökkenőmentes minden időben. A fáklyavivőben is, mert egyházi ügyek, ugye ott is akadt elég hümmögni való, hogy úgy mondjam. Hát nem beszél be a klán, a maffia és politika együttműködésének könyvéről. Hát ebben, úgy gondolom, hogy ebben a zűrös láncolatban mindenképpen a cigányok ügye beletartozik. Beletartozik mégpedig azért, mert a cigány téma ez egy ilyen közmegegyezés szinte, hogy ez egy megoldhatatlan, kezelhetetlen ügy. Hát ez valójában igaz is, meg nem is. Igaz abban a tekintetben, hogy ami jelen pillanatban történik Szlovákiában, és nem csak itt, cigány ügyben az a mélységes, mély, feneketlen, kútba szórt, értelmetlen pénznek a tipikus esete. Mert ugye ezekkel a törvényekkel, amik vannak, ezzel a potporás, szociálkás rendszerrel, ezzel a cigány ügyét nem lehet megoldani. Ezzel csak konzerválunk egy rossz állapotot, nem arra sarkaljuk őket, hogy aktívak legyenek, hogy valamit teljesítményt nyújtsanak, letegyenek valamit az asztalra. Erről szó sincs, elég, ha darabra, kilóra megvegy, aztán ingyen pénz áll a házat. Hát ez az én ízlésvilágomtól igencsak távol áll. És nem gondolom, nem csak az enyémtől, mert ugye szórjuk a pénzt, a cigányokon nem segítünk, de ugye azt meg azért minket gácsókat szomorít el, hogy nekünk kell végeredménybe finanszíroznunk ezt az egész értelmetlenséget.
De hát sajnos rossz hírem van, nagy valószínűséggel ez nem is fog változni, mégpedig azért nem fog változni, mert ez valójában nem cigány probléma, hanem politikai probléma. Végül is a politikusaink hozták ezeket a sehova se vezető törvényeket, rendületeket, és nekik is kéne megváltoztatniuk, csak hogy ehhez kicsit meg kéne változni a légkörnek is. Ehhez az kellene elsősorban, hogy az összes politikai párt vegyen erőt magán, üljenek le mindannyian egy hosszú asztalhoz, és ott egyezzenek meg egy 20-25 évre szóló cigányügyi stratégiában, és akkor még mindegyiküknek meg kell fogadnia erős esküvéssel, hogy bárki nyeri a választásokat, meg a rákövetkező, meg a rárákövetkező választásokat, ezt fogja megvalósítani. De most el tudják képzelni, hogy ezek a mi vezéreink, ezek leülnek egymásra, hogy ezek szóba állnak egymásra. Hát el tudják képzelni, hogy Fico leül Matovicsa, vagy a Orbán a Gyurcsánnyal. Tehát ennek semmiféle relevanciája nincs, ez nem fog megtörténni, és ezáltal nyugodtan lehet mondani, hogy a cigányügybe se lesz globálisan jelentős változás. Hát ugye, na igen, de ami még meg nem változik, vagy ami globálisan nem változik meg, az azért lokálisan, helyben megváltoztatható, attól még nem kell teljesen bedobnunk a gyöplőt a lovak közé, mert helyben azért az nem a politikusok kezében van, hanem a mi kezünkben. És itt azért lehet tenni jó dolgokat, és történnek is jó dolgok. Nem mondom, hogy ezrével tudnám őket sorolni, de néhányat azért mégiscsak tudnék mondani. Hogy ne menjek messze, szerintem az én vállalkozásom is az ilyen jó dolgokhoz tartozik. Hát végül is nálam dolgozik mindenfajta, mindenféle asszonyok, szlovákok, magyarok, olárcigányok, muzsikus cigányok, de egy olyan se, aki lassan pucolja a gombát, mert azokat már mindet régen kirúgtam. Függetlenül attól, hogy milyen volt a bőrszíne, milyen nyelven beszél, nálam nem ez határozza meg. És nálam nem úgy határozódik meg a szociális érzékenység se, hogy figyelembe veszem, hogy kinek milyen nehéz gyerekkora volt. Mert ha én ebből indulok ki, akkor nekem nagyon nehéz öregkorom lesz. Úgyhogy szó sincs róla. Tedd le a teljesítményt az asztalra, kellőképpen honorálva leszel az erőfeszítésedért, és menjünk boldogan tovább. Ezt kéne mindenhol megvalósítani, na de hát ugye ettől nagyon távol állunk. Persze ez azért tudva lévő, hogy egy nyereségre törekvő magánvállalkozás, és mint olyan, hát ez nem egy szociális eset, de az nem baj, mert lehet 100 millió formája a segítségnek. Én úgy gondolom, hogy fő az, hogy ez egy tisztességes cég, ahol nem leánykereskedelemmel, nem fegyvereladással, nem kábítószercsempészettel állítsuk elő a nyereséget, hanem munkát biztosítunk szegény embereknek, akik ha akarnak, akkor ebből, hát ha teljesen megélni nem is tudnak, mert ez szezonos, de nagyon sokat tehetnek a maguk jóléte érdekében. Hát ugye, de láttam azért ettől sokkal jobbakat is, persze. Hát hadd meséljem el azt, ami nekem a legjobban tetszett, amit a leghatékonyabbnak találtam ez idáig. Hát Rimaszombat környékén járnak ki a cigányok koldulni Ausztriába. Valahonnél szereztek egy autóbuszt, arra be lehet fizetni, mint egy társas utazásra. Kiviszi őket, szétrakja ilyen útvonalon, hármasában, négyesével, egyes városokban, ne egy helyen tolongjanak. Aztán meg van mondva, hogy 3 nap múlva jövünk vissza, itt ezen a parkolón találkozunk délután 2-kor, ne késsetek, mert itt hagyunk, senkire se várunk. Megjönnek, megint le kell adni valami részesedést, aztán hazaviszi őket, és egy ideig el vannak, elfogy a pénz, mennek vissza. Hát így került néhány gesztetei cigán Grácsba. Ülnek a főtéren, kordulnak. Jelenlétükkel kellőképpen emelték a hely színvonalát.
Hát ugye, hagyták őket a sok jó ember, nyugati, liberális gondolkodó. Sem egyik se venné jó néven, hogyha ő rasszistának kiáltanák ki, hát tehát csinálják. De azért ott se tetszett mindenkinek. Oda megy hozzá őket szerzetes. Mi csináltok itt, fiúk? Jaj, nagyon szegények vagyunk, cigányokként senki se akar bennünket alkalmazni, család meg nagy, sok az éhes gyerek, hát jobb hiány, ebből tartjuk előket. És ha lenne munkátok, akkor abba hagynátok ezt? Jaj, már nagyon vágyunk a munkán. Hát, atya megjegyezte, hétvégén megkérdezte a híveit, hogy nem tudna valaki munkát adni ilyen nagyobb létszámú képzetlen munkaerőnek, és beletrafált a közepébe. Az egyik vállalkozó azt mondta, hogy ő erdők kitisztításával, az összeszedett gajjak, levelek, brikettálásával foglalkozik, és mint olyan, ez közhasznú tevékenység, tehát kap állami támogatást, akármennyi cigánt el tud látni munkába. Megszervezték, következő héten kivittek egy autóbusznyi cigánt Grazba, az atya elhelyezte őket egy karitászházba, a vállalkozó alkalmazta, megkapták a osztrák minimálbért 8 euró egy órára. Két hétig ott voltak, dolgoztak, két hét után vitte őket haza az autóbusz, füligérő, szája, tele zsebbe, és visszafelé már hozta a következő turnust. És ez nekem azért tetszik leginkább, mert ez már 10. éve működik. Hát és akkor mindjárt föl is vetődött egy kérdés, nem hogy létezik az, hogy a munkaügyi hivatalunk sok ezer jól képzett hivatalnoka egyetlen egy munkahelyet se tud nekik kialakítani. Aztán mezítláva szerzetesnek sikerül. Hát csak van ennek valami titka. De a kérdésre mindjárt tudok is egy választ. Biztos vagyok benne, azért működik, mert a szerzetes akciója az az úr kedvére való, és támogatja is mind a két kezével. És ez a halabala, potporás, szociálkás politika pedig nem tetszik az úrnak, és nem is támogatja, és nem is lesz jó vége. Na de hát ugye, én ezt mondhatom, meg hirdethetem, csak ilyen dolgokról nem tudnak azok, akik a döntőképes pozíciókba ülnek. Hát ugye, lehetne fölhívni erre a figyelmüket, de hát leginkább meg se hallgatnak, ordíthatnék én hangos beszélővel a parlament előtti téren naphosszat, legfeljebb komplett hülyének néznének. Na de mindegy, hát azért nekem is megvannak a magam fegyverei, könyvet írni tudok, és elhatároztam, hogy igenis írok egy könyvet a cigányokról, mert abban legalább fölvethetek valami mást is, mint ami itt a törvények által beállított helyzet. Amúgy is én úgy tudom, és a jó apám nyugodjon arra tanított, hogy lehetetlen nincs csak tehetetlen, azaz, ha jó módszert alkalmaz, akkor minden megoldható. Megszületett az elhatározás. Írok egy könyvet a cigányokról. Ahogy az nálam lenni szokott, hallatlan lelkesedés elöntött, hogy én nekifogtam és óriási lendülettel leírtam. Az első három mondatot, és meg is álltam. Hoppá, mondom, hát nem is hittem volna, hogy ilyen keveset tudok a cigányokról. Mondom azért, hogyha könyvet írok, akkor azért annak utána nézek, hogy mondom, hát gyerekkoromtól ismertem őket, együtt jártunk a óvodába, iskolába, együtt fociztunk, mit tudjam én, együtt nőttünk, de kik ezek az emberek? Hát azt ott tudjuk, hogy más, de itt élnek közöttünk, tudjuk, hogy mások másként néznek ki, más a beszédük, mások a szokásaik. Na de hát mikor keveredtek ide közén, gondolom nem hamarabb jöttek, hanem később, biztos nem a rendszervált vagy a honfoglaláskor, mint 8. titkos törzs, hanem valahogy később keveredtek ide. Mikor volt ez, hogy történt, mint történt? Hát, nem tudtam. Annyit tudtam, hogy valószínűleg Indiából származnak, ez olyan közkeletű tudás, ezt szinte mindenki tudja. Gondolom, de ezen kívül semmit mondom, hát Indiából. Indiából jött, ha mi nem maradtak ott? Vagy ha elindultak, hát miért pont erre? Kína felé is lehetett volna menni. Vagy ha eljöttek idáig, ha mi nem mentek tovább, vagy ha tovább mentek, mi nem jöttek vissza. Mikor történt ez? Milyen körülmények között?
Hát kezdett érdekelni a dolog, mert ilyenkor nincs más megoldás, utána kell olvasni, én is így tettem. Elmentem a környék legjobban fölszerelt könyvtárába, Kazincbarcikai könyvtárba. Nagyon segítőkészek voltak, kedveltek ott engem, többször is adtam elő már. Beütöttük a keresőszót, cigány, roma jelszót, kidobott 120 címet, le is szedték mindent, odahozták, átnéztem, kézbe fogtam, és 30-at kivettem, kikölcsönöztem, és aztán évekig ott álltak a cigányügyi könyvek ágyam mellett, és bele az olvasásba. Hát volt abban minden, ilyen nagyon vegyes, fölvágott, ugye, a cigányok története, a cigányok vándorlásának útjai, cigánpecsenye helyes elkészítése, lovári nyelvkönyv, szóval minden. És akkor elkezdtem olvasni, és hát roppant érdekes dolgokat tudtam meg, amit most engedelmükkel legalább nagyon dióhéjba megosztok önökkel, mert hát ugye a cigányok történetéről gondolom, hogy önök se tudnak sok mindent. Na szóval, hát valóban Indiából származnak, Pandzsáb tartományú északról, ilyen 1000-1200 évvel ezelőtt úgy megindultak, és valamiért elkezdtek nyugat felé vándorolni. Hát, hogy miért indultak, meg ennek 100 és 1000 oka lehet, baj mindig van, vagy túl sok eső esett, vagy nagy volt a szárazság, vagy a szomszédok támadták le őket, vagy mit tudjam én akár. Ínség, járvány, bármi lehetett. Hogy mikor történt pontosan, azt nem tudjuk, mégpedig azért nem, mert ők másként álltak hozzá a vándorláshoz, mint mi magyarok. Mi ugye kötöttünk egy vérszerződést, aztán belovagoltunk a Kárpát-medencébe, okoztunk egy kis ribilliót, meg fejfájást Svatopluknak. Na de hát a cigányok másként voltak, ők nem egyszerre jöttek, hanem ilyen csoportonként, nevezzük úgy, hogy kompániánként. Kompániának nevezik azt a cigány csoportot, ilyen 30-40 ember, esetleg 50 ember, 4-5 szekér, 3-4 család, akik úgy egész életükben együtt vándorolnak. Nálunk se volt ez ismeretlen, és én még Romániában láttam ilyesmit. Hát ugyanúgy történt ott is, na de hát mi említésre méltó van a szomszéd birodalmakban, hogy mostan megjelent itt 30-40 cím, na majd elmennek. Aztán nem is mentek, úgyhogy nem rohantak a történészek lejegyezni, épp ezért nincsenek pontos időpontjaink, hogy mikor történt. Hát olyan nagyjából olyan 1000-1100 körül elérték Európát, ugye Bizáncnál átkeltek Európába, ott azért már vannak róluk feljegyzések. Magyarországra 1400-as évek elején értek ide, luxemburgi Zsigmond király uralkodása alatt. Ezt onnét tudjuk, hogy fennmaradt egy okirat, amelyben a király megbíz egy bizonyos László Vajdát azzal, hogy az ő nevében járjon el a cigányok vitás peres ügyeiben, tegyen igazságot az övéi között. És a dokumentum másik felében egy érdekesség felszólítja azoknak a falvaknak, városoknak, a uradalmaknak az előjáróit, ahol a cigányok megjelennek, hogy segítsék ezt a népséget a zarándok útján. Hát ugye ez azért került bele, mert már a cigányok érkezése is méltó volt a jövendőbeli folytatáshoz. Hát ezek a jó emberek elhíresztelték magukról, hogy ők nem mások, mint szent egyiptomi zarándokok. Hát ugye a nép nagyot nézett a hallatlan mese hallatán. Cigányok azt állítottak, ott éltek a szent földön, ahova Heródes pribékjei elől menekült a kis Jézus a családjával, ugye, és a földből kiáradó szentséggel kellőképpen fölvértezve ők is kegyes életet éltek. Csak hát ugye az volt a probléma, hogy jöttek a törökök, elfoglalták Egyiptomot, és kényszerítették őket, hogy térjenek át a muzulmán hitre. Hát mit tehettek volna ugye szegények? Engedve az erőszaknak áttértek, de annyira bántotta a lelküket az igaz katolikus hit iránti vágy, hogy nem is bírták sokáig a muzulmánságot, egy viharos, sötét éjszaka. Összeszedték magukat, meglógtak a törökök elő, és megint keresztény földre élve visszamedlettek igaz katolikusokkal.
Na igen, de már ez a rövid elhajlás is akkora hatalmas nagy bűnnek számított, hogy a helyi püspök azt rótt a királyuk vezetlésképpen, hogy menjenek hosszú zarándokútra, és annak a viszontagságai majd lemossák róluk a gyalázatot. Úgyhogy, kedves keresztények, most itt vagyunk, tessék, lehet bennünket ellátni bővemnél bőkezűbb áldozati adományokkal. Hát, a miért nagyot nézett, ugye? Először még komolyan is vették. Voltak olyan helyek, ahol rózsaszirmokat szórtak a bevonuló cigánkaraván elé, áldozati adományok tömkelegével ellátták őket. Hát a cigányok ugye próbáltak valamit viszonozni, mondjuk a kevés, alacsony szintű kézműves tudományokból nem sokra futotta, de nagyobb sikert értek el a mulattatással, táncosok, akrobaták, énekesek, zenészek voltak, hírhet mesemondók, hát az nagyon ment nekik, hát a messziről jöttem, mert úgyis olyan mesét mondom, ilyet akar, ugye. De a legnagyobb sikerük az a jóslással volt. Abban teljesen beleszeretett mindenki, reggeltől estig jósolgattak magukra. Úgyhogy egy ideig nagyon jól el voltak a cigányokkal, még akkor is, hogyha azért megfigyeltek bizonyos furcsa dolgokat, hogy amerre a cigányok járnak, mintha a rókák is aktívabban működnének, és több tyúkot vinnének el a Baromfi udvarból, mint addig. Alma se terem már olyan bőven a fán, mint addig. Na de hát kicsire nem nézünk, ugye. Egy ideig el voltak. De ez az egy ideig akár hosszú évtizedeket is jelentett. Hát igen, csak hogy a cigányok ugye szokásuk szerint túltolták ezt a bizonyos, akkor még nem is létező biciklit, ahol jól bántak velük, onnan havonta visszatértek, követelőztek, és egy idő után azért európaiak is megunták, hát egyszer-egyszer adomány ez az ember, ugye, de hát nem fogok örökké eltartani valakiket. Hát, de mit csinálhattak volna? Hát itt eddig mostan pálmaágakat lengetünk, ha megjönnek a szent emberek. Aztán mostan meg kutyakorbáccsal verjük ki őket. De hát mivel megoldani meg kellett, és nyugaton is akad akármennyi okos ember, az egyik rafinált, elő is állt a megoldással, kitaláltak egy ellenmesét. Ezek a cigányok, ezek nem is szent emberek, hanem a törökök gémei, akiket kenyéradó gazdáik azért küldtek előre, hogy kilessék, kikutassák a városaink, falvaink, váraink gyenge pontjait, és majd jönnek a török seregek, és ennek a tudásnak a birtokában aztán már könnyen elfoglalnak bennünket. Úgyhogy erre tovább lehetőséget nem adunk, ettől fogva ide aztán egy cigán be nem teszi a lábát, az bizonyos. Közeledett a cigánkaravan, már lőttek feléjük. Hát ezek fölháborodtak, hogy hát miféle méltatlan eljárás, disznóság, na de hát ugye, hát azért nem olyan könnyű őket eltávolítani, ugye, akármilyen, akárhogy is bántak velük, de azért egy idő után azért sokan megunták a zaklatást, és visszafordultak Közép-Európa felé, és éppen Magyarországon kötöttek ki. Hát nálunk akkor török világ volt, és jól is jöttek, tehát csatlakoztak a hadakhoz, amolyan technikai segéderőként, arra elég volt a kovács tudományuk, hogy a csatában kicsorbult fegyvereket akár a térdükön is újraélesítsék, ellássák a lovakat, azokhoz is értettek, hisz egész életüket velük töltötték, hogy a javasasszonyaik ellássák a sebesülteket, úgyhogy mi megfeleltek. Hát aztán vegyük úgy, hogy együtt kiűztük ugye a törököket, és azok eltűntek, és a cigányok megint valahogy nem találták a helyüket, ilyen senki földjére kerülve, lófráltak fel alá az országban. Hát egyre nagyobb gondot okoztak a mindenkori Habsburg császároknak, míg aztán végül Mária Teréziánál betelt a pohár, és azt mondta, hogy na ebből elég volt, ezekkel csak a gond és a baj van, azt se tudjuk merre járnak, adót nem fizetnek, na most már letelepítjük őket, rendes embert faragunk belőlük, ezt a gondot megszüntetjük. Hát keményen ráment a dolgokra, még a cigán szót is kitörülték a szótárból, ugye ezután már csak új magyaroknak vagy új parasztoknak kellett őket hívni. Letiltották a cigány nyelvet. Ha megtudták, hogy valamelyik családban cigányok beszélnek a gyerekekkel, akkor elvették tőlük a gyerekeiket, és oda
megadták magyar családoknak, hogy azok neveljék fel őket. Hát ez eléggé drasztikus, ugye. Ennek következményeként sok roma elveszítette a nyelvét. Hát ők lettek mondjuk a ma is ismert romungrók ősei, ugye romungró, roma származású, de ungró a beszéde, magyar a beszéde, cigányul nem tud. Úgyhogy van ilyen magyar és szlovák változatban is. Úgyhogy hát valami eredményt azért elértek, ha ezt eredménynek lehet nevezni. Sikerült őket többé-kevésbé letelepíteni is, de azzal se nyertünk sokat, hát ott voltak ugye a falvak, városok legrosszabb részén, igazándiból továbbra se találtak olyan munkát, amivel úgy ki tudtak volna tűnni, tehát mindig csak a nyomor, a baj, meg az űr járta a nyomukba és a köreikbe. Semmi nem működött, lehetett ez akár osztrák-magyar monarchia, magyar királyság, vagy horti rendszer, mindig ugyanaz. Második világháború még nagyobb gondokat okozott, hiszen akkor még a faji törvények is rájuk estek, sokan megjárták a koncentrációs táborukat, sokan ott is maradtak, nekik is megvoltak a számos áldozataik. Hát aztán a szocializmus ugye újfajta problémákat, újfajta szenvedést okozott, mindenkinek dolgozni kellett, hát azért azt se viselték el olyan túlságosan könnyen. Na de hát annak is vége lett egyszer, és akkor bekövetkezett minden társadalmi rendszer. Jobbika olyan, ami után már hiába is gondolkoznánk, mert jobbat a demokráciától ki se tudunk találni, hiszen ez egy olyan szó, amit csak kimondunk, akkor a szívünk törül ilyen nagyon melegséget érzünk, elfelhősödik a szemünk, ugye. Na de hát a cigányokon nem segített ez se, mert ez meg privatizációval kezdődött. És hát ugye a privatizált vállalatok új tulajdonosai egyből elkezdték elbocsátani a legkevésbé lelkes, legkevésbé képzett munkaerőt, és ebben a cigányok mindenképpen beletartoztak. Hát ugye 90-es évek közepére szinte mindannyian munkanélkülivé váltak. Először még örültek a ingyen kapott pénznek, de aztán rájöttek, hogy hát azért ez semmire se elegendő, és akkor hát azt tették, amit már az őseik is tettek, amikor ilyen helyzetbe kerültek, ha valahol nem érezték jól magukat, hát akkor szekérbe szálltak, és arrébb mentek egy járással, vagy egy megyével, vagy egy országgal, vagy akár egy kontinensen. És itt is a cigányok útra keltek. Egyébként még térjünk rá arra az egyetlen területre, mielőtt követnénk a cigányokat az útjukon, ami működött. Már 1700-as évek elején megalakult az első cigánybanda, Cinka Panna Prímás vezényletével, ami nagyon különleges, mert hát Cinka Panna nő volt, és a macsó cigán társadalomban azért azóta se jellemző, hogy csőstül lennének női cigányprímások, de hát ő annyira tehetséges lehetett, hogy ezt is át tudta ütni, és megalakította a modellt, és azután jöttek a híresebb cigányprímások, Bihari János, vagy Sárközi Ferenc, ugye Kossuth Lajos hadnagyjá, és minden honvédseregek cigányprímásává neveztek őt, de utána többen Dankó Pista, a király, és azóta is Lakatos Sándor, meg Boros Lajos, és legutóbb ifjabb Sánta Ferenc két héttel ezelőtt kapott Kossuth nagydíjat ugye a művészetéért, és hát köszönjük szépen neki, hogy a művészetével világszerte hirdeti a magyar és a cigány muzsika jó hírét. Levesszük előtt a kalapunkat, és kívánunk neki még sok-sok boldog évet, amikor ezt hasonlóképpen folytathatjuk. Na szóval, a cigányok ugye nem voltak, a zenészek kevesen voltak, de a többiek, az űrös problémás, hát mit tettek volna, útra keltek.
Hát kimentek még, főleg nyugat felé, ugye én legalábbis egyről se tudom, aki keletre indult volna, hogy éppen a Szovjetunióba találja meg a boldogulását. De mentek nyugatra, akkorra már a határok is átjárhatók lettek először, még akár munkát keresve is, ilyen egyszerű idei munkákra, narancszedés, szőlőszüret, olivabogyógyűjtés, mint tudja. Hát nem nagyon tudták tartani a ott kívánatos tempót, de aztán jobban megismerve a nyugatot, más lehetőségekre bukkantak, fölfedezték a utcazenélést, no az már jobban passzolt nekik, hiszen a ők nagyapjuk, dédnagyapja is már abból meg tudott élni. Húzták a turista központokban, és hát hálás zeneszerető közönség pedig teledobálta a hegedűtokot. Hát aztán ugye azért az is kiderült, hogy nem mindegyiküknek van zenei vénája, zenei tehetsége, viszont szerencsétlenül kinézni mindegyikük tudott, úgyhogy hát kimentek zenenélkül, ugye letette maga elé a kalapot, sanyarú képet vágott, rongyosnak úgyis rongyos volt, megszánták, teledobálták, kezdődött a kordulás. De voltak olyanok, akik kiadták magukat migránsnak például. Hát nagy portuk kevert az ügy, kimentek Franciaországba, és ott kellő liberális emberjogi aktivisták segítségével telepanaszkodták a sajtót, hogy ezek a rasszista magyarok. Hát ezek nem adnak nekik a lehetőséget, pedig ők a világ legszorgalmasabb, legderekabb emberei lennének, ha egyszer lehetőséget kapnak, a sarkából kiforgatják a világot, és most ők gyöttek, mivel Magyarországon nincs, akkor most a francia nép jólelkűségére bízzák magukat. Hát a franciák el voltak bűvőve, cigányok éppen jókor mentek, akkor folytak a unióba való belépésük tárgyalásai, ugye, és így legalább a franciák bemutathatták, hogy ők mennyivel magasabb rendűek ezeknél a szoci maradványoknál, majd ők lehetőséget adnak ezeknek a derék, ősi népeknek a felemelkedésre. Pár hét alatt megkapták a francia állampolgárságot, ellátták őket bőrkezű segélyekkel, letelepítették egy francia kisvárosba, külön nyelvtanárt biztosítottak nekik, és követték őket, hogy hát hogyan is teljesítik be a nagyhangú ígéreteiket. Hát egyszer csak nagy csend lett körülöttük. Mert két év után kiderült, hogy ebből aztán semmi sem valósult meg. Munkát egyik se talált, mert nem is keresett, teljesen beálltak a segélyezésre. Francia szót meg nem tanulták, mert egyáltalán lunyák voltak ahhoz is, hogy elmenjenek a francia órára. Hát segély hiány, ugye, valamiből azért, vagy segély, csak a segély nem volt elég, hát valamiből meg kellett élni. Hát a csinos francia, csinos cigánylányok ott trikkeltek a főtéren szégyentelenül, a többiek drogokat kínálgattak a francia iskolás gyerekeknek. Csak az űr, csak a baj volt velük. Hát mondjuk jó dolog is azért történt, eltűnt a környékről az összes rossz vas. Aztán azért probléma is lett, mert elkezdett eltűnni a jó vas is, és az már nem nagyon tetszett a franciáknak. Úgyhogy zűr, baj, megint csak nem találták meg a helyiket. Hát a franciáknak se tetszett, ugye kezdték szépen visszafogni a segélyeket, erre cigányok főből szűrtek. Mit kérdezik? Ezek is ugyanolyan rasszisták, mint a magyarok. De nem baj, zsiga hívott, hogy van ettől sokkal jobb is, megyünk Hollandiába. Na, elmentek Hollandiába. Ugyanígy kezdődött minden. Nagy délre, durra, beharangozták őket kamerák keresztüzébe, elhelyezték egy ilyen luxus menekültáborba, és hú, majd a magasfokú, fejlett holland demokrácia megoldja az ügyüket. Hát igen, ezzel még csak az lett a probléma, hogy hát az első 50-nel még könnyű volt így bánni, ugye, de aztán a következő héten beállított további 500. 3 hétre rá beállított további 5000, és akkor már a hollandok nagyon elkezdték vakarni a fejüket, mert a titkos szolgálatuk szerint úton van további 500 000. Hú, hát most mit fogunk kezdeni ezekkel? Na de hát, mint ma említettem, már 500 évvel ezelőtt is volt ott okos ember akármennyi, és ebben az esetben is megtalálták a megoldást.
az egyik rafinált holland hivatalnok kitalálta, hogy megoldjuk ezt, ne féljetek, mégpedig a menekültügyi törvények és mindenfajta nemzetközi egyezmény maximális betartásával, amelyekben ugye le van fektetve, hogy egy menekültnek milyen ellátást kell kapnia, 800 kilokalória egy napra, de az nincs benne, hogy a 800 kilokalóriának miből kell összeállnia. Úgyhogy másnaptól megadták nekik a 800 kilokalóriát mindet lekvárba. Reggel lekváros kenyér, ebédre lekváros tészta, este dzsem leöntve egy kis marmeládéval, másnap folytatták, négy nap után a cigányok sikongva menekültek. Micsoda disznók ezek a holland. Ja, hát láttam egy ilyen tévé fölvételt, igaz a szlovákú volt, de hát érteni fogják, amikor panaszkodott egyik cigány, azt mondja, jaj, gyezmedali rozum, odis liszta, hoz latéja, hoz szlovenska, tanz mérliszta, ale klobánszki, a szlányinki, a oskvarki, a tudod, a nyekutni lekvár, a csem, a marmeláda, nyevagyi, igyemed, dokanadi. No, erre a hollandok gyorsan külön gépet, ingyen jegyet biztosítottak, menjetek Holland, menjetek Kanadába. Szóval próbálkoztak mindennel, de hát mind ilyen talmi a könnyű út keresése, ami tudva levő sehol se vezet. Voltak olyanok, akik politikai pályára tévedtek, olyan polgárjogi aktivisták, emberjogi élharcosok lettek belőlük, hogy öröm volt hallgatni. Ugyan nem nagyon tudták, mit beszélnek, de nagyon be volt nekik. Voltak olyanok, akik politikai pályára léptek, de olyanok is, akik bűnözők lettek. Nem ilyen nagy véreskezű gengszterizmusra kell gondolni, sokkal inkább ilyen segélyekkel való visszaélés, csempész és zsebtolvajlás, hát ilyen kisebb súlyú. Na de hát mindebből nem lehet megélni, nem lehet biztos jövőt kovácsolni. De azért arra jó volt, hogy mégiscsak valami a sok kísérletezés után, végül mégiscsak a sok gyom között szárba szökkent egy virág. Megszületett az az ember, aki kimondta a valót, nincs mit tenni, dolgozni kell. Hát ez az ember valóban megszületett, Bogdán Lászlónak hívták, és egy Baranya megyei Cserdi nevű falunak a polgármesterévé választották a 2000-es évek elején. Hát erről a Cserdéről sok mindent nem lehetett tudni, jót meg végképp nem. Nagyjából 400 lakosú település, fele roma, fele gácsó, és viszont Magyarország egyik legbűnnel fertőzöttek pontjának számított. Volt már olyan év is, amikor több mint 600 bűneset történt, volt abban minden, a betörés, a lopás, a rablás, a véres verekedés, lincselés, több gyilkosság. Hát már alig lehetett élni, szinte megették egymást a lakosok. És pont ezzel kampányolt ez a bizonyos Bogdán László nevű cigányember, ki azt mondta, hogy ő megpróbálja megszüntetni a bűnözést, csak válasszák meg polgármesternek. Meg is választották, és ő komolyan is gondolta. Megválasztása utáni héten falugyűlést hívott össze a községháza előtti térre, és a nép szeme láttára levágatta a községháza ablakát, ajtaját védő rácsokat. És azt mondta, eddig ezekkel védekeztünk, de ennek vége. Úgy sem mentettek meg, tavaly négyszer törtek be. Akkor minek vannak ott? Ezután nem rácsokkal, hanem odafigyeléssel védekezünk, mert tudja meg minden gácsó, és tudja meg minden cigány, hogy ez nem a gázsóké, nem a cigányké, hanem mindannyiunké. Hát, hogy mentek hazafelé, riektek, röntek, hogyan már, hogy máma éjjel betörnek. Hát nem lett igazuk. Három nap azért csak köllött hozzá. Megy negyedik nap munkába a polgármester, jön a titkárné, jaj, polgármester úr, betörtek, elvitték a régi számítógépet, a mellényemet, meg a kávéba való kockacukrot, mi legyen, hívjuk a csendőrséget. Ugyan már. Majd elment a cigán sorra az úgynevezett csokhajhoz. Ez a csokhaj, ez egy ilyen boszorkány, javasasszony, jósnő, ilyen nagy tekintélyű, nagy tudású cigány öregasszony minden egyben, és mondja neki, hogy hát húzzá néném, hát betörtek a hivatalba, hát ezt fölösleges is mondanom, hisz maga úgy is tudja, ezt minden tud. Maga azt is tudja, hogy ki tette.
De nem akarom, hogy nekem elárulja, csak arra kérném, adjon át már neki egy üzenetet. Ma éjjel, tárva nyitva hagyom a polgármesteri hivatal ajtaját, hozza már vissza, amit elvitt. Másnap reggel megy munkába, gyere a titkárnő, jaj, polgármester úr, megint betörtek, csak most mindent visszahoztak. Úgyhogy hát ez volt az első fecske, és utána még sok-sok követte. Nagyon különleges módszereket alkalmazott, hát például a taktikáját leginkább a falu fiataljaira, a gyerekeire alapozta. Egyszer sikerült elintéznie, hogy elvihesse az iskolás gyerekeket is buszkirándulásra a megyei börtönbe. Hát ugye úgy kezdődött minden, ahogy egy buszkiránduláson ének, szó, minden, de mindjárt megváltozott a helyzet, amikor megállt a busz a börtönudvaron, leszállították őket, a fegyőrök mindjárt motozással fogadták, hogy úgy jobban átérezzék a feelinget, végigvitték őket a zárkasodon, na ott a cserdi gyerekek összecsinálták magukat, látva a sok tetovát, kigyúrt, kitvert fogó, tépet fülő, degenere, bűnözőt, kopasz, ide nem akarnak kerülni, ő hangosan beszélni se fog ezután, nem felesül senkivel, így fogadja. Hát ugye, nagy híre lett ennek a látogatásnak, mégpedig országos híre. De ha azt gondolnak, hogy megdicsérték a kezdeményezést, akkor igen, tévedünk. Mindenféle liberális tótófaktor letolták. Hát mit képzel, hogy ezeket a szerencsétlen gyerekeket kiteszi ilyen és minek? Hát ezeket föl kellett volna lelkileg készíteni pszichológusokkal, pszichiáterekkel. Hát enélkül ezek olyan lelki sebeket szerezhetnek, hogy egész életükben nem gyógyul be. Azt mondta, hogy azt is akartuk. Jaj, nem lehet ilyet csinálni a mai világban. De elmondanád szóval, csinálta a maga dolgát, azt annyi nem törődötte senkivel. Valójában a legnagyobb sikert azzal érte el, hogy munkát szerzett a falu összes lakosának. Igaz, csak a legrosszabbul fizető közmunkát, de az is sokkal jobb volt, mint addig a helyzet, hogy csak 30-35% dolgozott. Most meg mindenki. Igaz, a közmunka nem fizet sok pénzt, viszont ő a közmunkásokat roppant jól használta föl. Nem úgy, mint a környező falvakban, hogy na, söpörjétek össze a lehullott faleveleket, vagy tépjétek ki a nyomot a temetőbe, hanem ő a községi földeken zöldséget termeltetett velüket. Egyszerű, krumpli, paprika, paradicsom, hagyma, uborka, sárgarépa. Ami viszont megtermett, azt pedig egyenlő arányba szétosztották a falu lakosai között. Értsük így, mondjuk termett 800 kg krumpli, voltak 400-an, csináltak 2 kilós csomagokat, és szétvitték a faluba, hányan laktok itt, négyen, tessék, itt van 4 csomag, 8 kiló már este lehetett harmadik kitenni. És hát ugye ez egyszer csak úgy elkezdett működni a falu, tiszta normális falu lett benne. Már csak azért is, mert nem úgy viselkedett, mint általában a romáknál, ugye van egy nagy kezdeti lelkesedés, aztán pillanatok alatt lelohad a tűz, hanem ő hosszú ideig fönntartotta a fegyelmet, és hát erre is különleges módszereket alkalmazott. Ugye mindenkinek be kellett állni reggel 8-ig jelentkezni munkába, ki volt téve, a jelenlét év, azt alá kellett írni. Reggel 8-kor fogták és szépen piros csíkkal aláhúzták. Aki késett, vonal alá került, annak szörnyű büntetést be kellett, volt része. A többiek előtt el kellett olvasnia egy oldalt a Mici Mackóból. De polgármester, én nem tudok ennyire olvasni. Kedves Zsiga, annál nagyobb lesz az élvezet. Kedves cserdi közönség, helyet foglal, Zsiga, hajrá! És akkor elkezd malackából, halálra röhögték magukat, egész nap cukkolták, Zsiga másnap fél hétkor magukában. Hát ugye ez, hogy így elosztotta a terményt, ez se tetszett úgy mindenkinek, mondja a Zsiga, de polgármester, de azokán nem kapáltak a földön velünk együtt. De kedves Zsiga, és akkor miért kaptak azok krumplit? Kedves Zsiga, tavalyig te se dolgoztál sehol, de a potporát azért megkötted, azt felvetted, ugye? Jaj, aha, szóval erről van szó. Így kezdte nyitogatni az embereknek a szemét. És tiszta normális falu lett. Sikerült még a bűnözést is
fölszámolnia. Megérték azt, hogy egy évben csak két bűneset történt az előző 600 helyett. Az egyik két legény összeverekedett egy lány miatt, hát az legyen is, ha nincs, akkor megszervezzük, ugye. Meg az egyik foci meccs fél idejében összeütöttek a szomszédfalu drukkereivel, hát hajrá. Úgyhogy tiszta normális falu lett az egészben, és haladt előre a dolog, és én akkor már nagyon fölfigyeltem rá, akkor már ismert ember volt, hívták őt mindenféle műsorokba. Hát ugye nem mindennel értettem egyet, amit mondott, de az eredményei tagadhatatlanok voltak, és hát nem az a lényeg, hogy most minden szóba egyetértsünk. Érdekesnek tartottam, és el is határoztam, hogy én ezzel az emberrel megismerkedek. Hát hiába hívtam telefonon az összes számot, a honlapjukról nem vették. E-mailt írtam, nem jelentkeztek. Nem baj, mondom, majd élőbe, személyesen. Hát volt egy könyvbemutatón Pécset. Úgy intéztem az időmet, hogy beleférjen egy látogatás Cserdibe. Megállok a községháza előtt, ott lófrál két cigány. Na, polgármester, ugye szólunk neki, itt lakik két háznyira, jött is. Mondom neki, hogy hát engedje meg, hogy bemutatkozzak, Szomolnyi Tibor, írok egy regényt a cigányokról, de elsősorban hadd gratuláljak a eddigi tevékenységéhez, le a kalappal, ez fantasztikus, nagyon megdicsértem, ugye. És hát szeretnék elbeszélgetni, szeretném megismerni jobban, szeretnék elbeszélgetni magával. Nézett olyan nagyon bizonytalanul, nagyon bizalmatlanul. Jaj, hát az lenne a jobb, hogyha inkább leadná a kérdéseit írásba, és majd pár hónapon belül válaszolok. Polgármester, azért nagyon nem így jár. Én azt gondoltam, hogy beülünk a kocsmába egy sörre, megiszunk egyet, elbeszélgetünk. Azt, ha jól érezzük magunkat, akkor rendelünk még egyet, azt tovább beszélgetünk. Hát igen, igen, hát jó lenne, de az a probléma, hogy itt a szomszéd faluban fél óra múlva kezdődik egy rasszizmus elleni koncert, és az nagyon fontos, hogy azon én részt vegyek, mert a rasszizmus az igen csúnya dolog, és hát azon fontos a részvételem. Mondom én, hogy a polgármester, én szerintem ez egyáltalán nem fontos. Mert én számtalan koncerten részt vettem, de még soha nem láttam olyan rockert, aki a koncert előtt rasszista volt, aztán végigbulisztuk a délután, és utána még nem lett rasszista. A rasszizmus ellen nem koncerttel kell védekezni, hanem kapállással, és azt ott maga nagyon jól csinálja. Hát igen, igen, de akkor se, adjak inkább egy névjegykártyát, és majd ő jelentkezik. Hát adtam egyet, de tudtam úgyse. Na mindegy, hazajöttem, folytattam a könyvet, ugye már utolsó fejezet felénél jártam, és még mindig nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen a könyvnek a vége. Hát ugye abban biztos voltam, hogy nem lehet happy end. Hát azért a cigán könyvet happy end-del befejezni, ugye végül is nem science fiction-t írunk. De mi legyen a polgármesterre? Mert ugye a könyv akkor már úgy nézett ki, hogy egyik felében, az első felében leírtam ezt a sok útkeresést, de a felénél megjelent ő, és egyre inkább bedolgozta magát a főszereplő pozíciójába. Hát mi legyen be? De aztán az élet megoldotta ezt a kérdést is. Hát ebbéli gondomat elpanaszoltam egy társaságba, és mondja az egyik jelenlévő, hogy hát az a cigán polgármester, aki a romákkal zöldséget termesztetett Magyarországon, az meghalt. Nem mi az, hogy meghalt? Hát mit tudja, mire héten hallottam. Ott volt a fiam, és hát mondom, Bálint, hát üsd be már okostelefonba. Bogdán László fölakasztotta magát. Fölakasztotta magát? Hát ez meg miféle hülyeség. Hát aztán megtudtam ugye, hogy mi van a háttérben. Hát az egészet egy uniós pályázat okozta, rávették őt, hogy ha már úgyis termelünk zöldséget, akkor építsünk a falu határában egy zöldségföldolgozót. Hát hogy olyan nyári nagy termés legyen, hol földolgozni, ne rohadjon ránk a sok paprika, paradicsom, tudjuk földolgozni lecsóra. Megnyerték a pályázatot, megkapták a sok pénzt, és aztán, ahogy ez Magyarországon már lenni szokott, szét is lopták az egészet. Tudom, hogy nem ő volt, tehát elég volt a szemébe nézni azt az embert, ez nem érdekelt, ez egy más
karakter volt és más kapacita, de volt arra, aki gazember akármennyi, csak hogy az volt a legnagyobb gond, hogy úgy állították be, mintha ő lett volna a tettes. Ugye tanulatlan cigányemberként mindenféle faktúrákat, hamis jegyzőkönyveket aláírattattak vele, és jött egy ellenőrzés, és kiderült, hogy rengeteg millió hiányzik, és minthogyha Bogdán László lenne a fő bűnös. Hát ugye a hivatalos vizsgálat azt állapította meg, arra a következtetésre jutott, hogy hát nem bírta elviselni lelkileg, hogy eddig ő a jót hirdette, és most meg ő lett a legnagyobb sikkasztó, a legnagyobb gonosztevő, és akkor ezt nem bírta földolgozni, és felakasztotta magát, de ide a rozsdás bökött, hogy ez nem így volt, hanem úgy, hogy valakik nagyon besegítettek ebbe a önfelakasztásba, és hát így majd még könnyebb volt ráfogni, hiszen már védekezni se tud. Minden esetre engem nagyon-nagyon megrázott ez az ügy, és olyat tettem, aminek azelőtt semmiféle valószínűsége nem volt, én elmentem ennek a embernek a temetésére. Nem volt nekem se ingem, se gatyám, de annyira értékesnek találtam, valami annyira odahúzott, hogy nem is maradhattam volna. Hatalmas temetés volt, már a szomszéd falutól végigállva az árokpart parkoló autókkal, rengeteg ember, ugye ott ment a sírás, rívás, de én nagyon-nagyon föl voltam bőszűben, nagyon-nagyon föl voltam haragodva. Nem azért, akik ott voltak, hanem azért az egyért, aki nem volt ott, aki hiányzott. Mert véleményem szerint Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének ott kellett volna lenni ezen a temetésen, és ott kellett volna térdeni ennek az embernek a sírjára. Mert ez nem akármilyen utcaszéli tucat cigány volt, ez egy roppant fontos ember volt. És nem is lett volna szabad egyébként, hogy akasztófán végezze, ehelyett segíteni kellett volna 100 kézzel és vinni mindenhova, hogy mondja el, hogy hogy érte el az eredményeit, vagy adja át a tapasztalatait másnak is, de ahelyett inkább szétcincálták őt, és az akasztófára kergették, és ez hallatlan nagy veszteség mindannyiunknak. Mert ekkor lehetett volna valamit mozdítani a cigányok ügyén, de hát ugye meghalt a próféta, és egyből az vetődött föl a kérdésben, nem, na most akkor mi lesz veletek cigányok? De arra a következtetésre jutottam, hogy nem lesz veletek semmi, ahogy eddig se volt semmi, most lehetett volna, de elpackáztuk, most már hiába faragunk róla kopjafákat, hiába kozorúzunk, hiába írunk róla könyveket, már a franc megette az egészet. Egyébként hozzáteszem, hogy én Orbán Viktor nagyon tisztelem és a legnagyobb politikusnak tartom, és 99%-ával egyetértek, amit csinál, azt a vonalat képvisel, amit én is képviselek, de itt nagyon előtt. Ezt nem. De mindegy, a lényeg az, ugye hát a könyvet elmeséltem, mi a tartalom, a útkeresés és aztán a polgármester sorosan. De nem csak ez van benne, sokkal mély ismeretekkel is rendelkeztem a végére, mégpedig azért, mert kiadtam mindjárt a regény írása kezdetén az engem segítő csapatnak, hogy keressenek nekem egy olyan romát, aki beszéli a cigány nyelvet és van egyetemi végzettsége, van diplomája. Hát ez azért nem volt olyan túlságosan egyszerű feladat, de végül mégiscsak találtunk egyet, megtaláltuk Kotlár Ildikót, a füleki magyar tanítási nyelvű alapiskola igazgató asszonyát, egy olácigány asszonyt, konkrétan lovári, és elmentem utána, és kértem a segítséget, hogy meséljen nekem a cigányok életéről, olyan dolgokat, amit kívülre nem tudunk, gácsóként meg hozzá se jutunk. És nagyon szívesen, többször vacsoráztunk együtt, elbeszélgettünk, bármit kérdezhettem, minden fölvilágosításra szolgált készen megfelelt. Hát rengeteg mindent tudtam meg, de a legfontosabb talán az, hogy olyasmiről, hogy cigánság nem is nagyon lehet beszélni. Nem is, hogy nem nagyon, hanem egyáltalán nem lehet beszélni. Annyi félék, más a nyelvük, a formájuk, a történelmük, a helyük, a anyagi lehetőségeik, hogy ez nem is tartanak egybe, sőt, vannak olyanok, akik
kifejezetten utálják, vagy gyűlölik egymást. Nagyon-nagyon alapvető felosztás, az három csoport, ugye elsőként ott vannak a VIP cigányok, akik eredeti cigányoknak tartják magukat, mi ugye olá cigányoknak ismerjük őket. Ők ilyen, hát általában kézművesek voltak, és aszerint is vannak megnevezve, hogy milyen mesterséget űztek, lovárik például a lótenyésztés, lókereskedelem, mostanában rátértek a használt autókereskedésre, mivel ez visszacsökkent, cerhárok, sátorponyva készítők, kelderások, üstjavítók, üstkészítők, mindegyikük ilyen vándorkereskedő is volt, ilyen vándor kézműves, úgyhogy meg is éltek. Ez a csoport nem a legszegényebb. Biztos vagyok benne, hogy láttak már így aranyjal teleaggatott olá cigány asszonyokat, úgyhogy ez nem a nyomor teteje. Hát a másik csoport ugye a kárpáti cigányok, muzsikus cigányoknak is szoktuk őket hívni, hát ez már a problémásabb csoport. Ők a szegények, a letelepedettek, ugye ott ragadtak a nyomorba, bajba, zűrbe. Hát ilyen egyszerűsített cigány nyelvet beszélnek, vagy nem is beszélnek cigány nyelvet, mint a már említett romungrók. Hát a harmadik csoport, beásoknak hívják őket nálunk, Szlovákiában nem annyira jellemző, de Magyarországon igen, hiszen Magyarországon mondjuk két cigány nyelvjárásból lehet diplomát tenni, államvizsgát tenni, a lovári és a beás. Úgyhogy hát nekik megint külön történetük van. De egy biztos, hogy ezek nem tartanak össze. Sőt, hogy mennyire lenézik egymást, álljon itt egy példa. Mondjuk a lovári fiú házasulandó korba lép, mondja apjának, megyek, megnősülök. Jó van, fiam, menjél, keress egy jóképű olá cigán leánkát, vedd el feleségül, csinálj nekem 12 unokát, hogy legyen kivel játszani, még azért segélybe se legyen hiány. És hát, de hogyha a olá cigányok közt nem találsz, akkor esetleg egy gácsó, bizonyos körülmények között még úgy, ahogy na, szó vagy ehetne, úgyhogy mi előttünk se esnek, a sor, hogy Istenem, itt egy fehér, egy francokat. Esetleg. De egy romungra? Hova tezed a fejed, édes fiam? Elnevet, hát ez kevesebb a vakondnál. De ez nem is ember. És ezt pontosan így is gondolják, nagyjából annyira lenézik a romungrókat, mint annak idején az amerikai dohányültetvényeken a fehér gazdák, a fekete rabszolgáikat, akik nem is néztek igazán ember számára. Hát ugye ebből következően aztán hát nem nagyon áll fönn az a veszélye, a minden politikusok rémálma, a egy nagy egységesített cigány párt, amire mindegyik oda szavaz, ugye, és a egyre növekvő számú szavazók segítségével egyszer csak átveszik a politikai hatalmat. Tehát elközött a körülmények között ez nehezen elképzelhető. Ezek után Ildikó nekem már leginkább csak a lovárik szokásairól beszélt, nagyon érdekes volt. Megkérdeztem például, hogy igaz, hogy ti pénzért veszitek a asszonyokat? Igaz. De azt ne úgy képzeld el, hogy megvetted aztán kilóra, és akkor hazaviszed, azt csinálsz, amit akarsz. Ez inkább a értékét fejezi ki. Vedd úgy, hogy veszel egy drága autót, hát azt csak fogod ütni, vágni. Na ez meg úgy folyik le, hogy itt a házasulandó lovári fiú elmegy a reménybeli apóshoz, szeretném elvenni a lányodat. Mennyit kész érte? 8000 euró. 8000 euró. Ezután nem úgy folyik le, hogy no, nem adnád oda háromért, hanem azt mondja, itt van érte 10000. És ezt nem véletlenül csinálja, mert tudja, hogy a feleségének egész további életére ekkor dől el a sorsa. Mert a cigány asszonyok karában annak van a legnagyobb szava, akire a legtöbbet adtak. Nagyobb szava van annak, akiért 20000-et fizettek, kevesebb, akiért 10000-et, akiért meg 2000-et, ülsz a sarokba, tartod a pofának. Tehát ez nagyjából így folyik le. És hogy nem véletlenül adottam kért 8 helyet 10-et se, azt meg a önreklámozásba fektette be, hogy
tudta, hogy ennek híre megy, ugye, és mindenki arról fog beszélni, ez a mit a gyerek, hát ez nem akárki, ilyen fiatalon már ennyi pénzt gond nélkül le tudott tenni Gavallérankinak, ezzel érdemes lesz együtt működni, együtt üzletelni. Úgyhogy hát ez így folyik le, és mit mondjak, én nekem tetszik ez az eljárás, van füle, farka, eleje, vége, kihatása, mindene, hát nem mondom, hogy most megyek cigányasszonyt venni magamnak, de nekik ez a szokások, csinálják, és teljesen számomra elfogadható. De még jobban tetszett a cigány igazság szolgáltatása, úgynevezett Romani Krisz. Hát ugye, ez csak a olá cigányoknál van, összevesznek ketten, nem tudnak közös nevezőre jutni, egyik megunja a partalan vitát, elmegy a Vajdához. Tartsunk egy Kriszt, egy tárgyalást. Oké, nevezzél meg három idős, bölcs embert, mindenki számára elfogadható öregembert, aki a te ügyedet fogja képviselni, szólnak a vádlottnak, az is megnevez, és a megadott napon összeül a bíróság, tartják a Kriszt. Leülnek heten a asztalhoz, ugye a Vajna, még a három-három, megesketik a peres feleket, hogy el fogják fogadni az ítéleteket, bármi legyen is az, általában nem feszületre, hanem egy szent képre. És akkor elkezdődik a tárgyalás, mindenkit meghallgatnak, és még aznap meg is fog születni az ítélet. És ez biztos, mert a cigány törvények szerint addig nem állhatnak föl az asztaltól a bíróság, amíg meg ki nem hirdették az ítéletet, és egy kicsit meggyorsítsák, se enni, se inni addig nem kapnak. Úgyhogy megszületik a ítélet, és abban is biztosak lehetünk, hogy ezt végre fogják hajtani, hogy mindenki el fogja fogadni. Mert ha netán valamelyik peres fél nem fogadná el, szörnyű sorsnak teszi ki magát. Kizárják őt a olá cigányok közül. Rosszabb, mintha kitennék egy lakatlan szigetre, mert soha többet nem fog vele szóba állni egyetlen egy olá cigány se. Nem mehet olyan helyre, ahol olá cigányok vannak. Nem mehet el a anyja temetésére, mert ott lesznek más olá cigányok. Nincs kivel üzletődje. Inkább lője fölbe magát. És azt mondta Ildikó, hogy az, nehogy azt gondolt, hogy a szerint döntenek, hogy kinek van igaza. Mert mindig mindenkinek van igaza van, mindenki azt mondta, neki van igaza. A szerint döntenek a bölcsek, így nevezte őket, hogy véleményük szerint melyik az a döntés, amely az egész cigán társaságban a legnagyobb békét és nyugodalmat okozza. És ez nekem nagyon tetszett, mert az egész népnek az igazságérzetét, a szokásait, hangulatát veszi figyelembe. És én azt mondom, ez szerintem százszor jobb, mint a gázsó igazságszolgáltatás. Hasonlítsuk csak össze a milyenkel. Itt egy nap alatt megvan az eredmény. De nálunk, gázsóknak, biztos vagyok benne, hogy mindegyikük tud olyan perről, ami már több mint 10 éve húzódik. És még mindig nincsen ítélet, és belátható időn belül nem is lesz. És azt mondjuk, hogy a cigányok elkapkodták, mert szeretném én tudni azt, hogy ők még legalább tudják, hogy miről döntenek, de 10 év után egy fehér bíró nem tudja, mert már csak a paragrafusokat csavargatják, abban tuti biztos vagyok. És az, hogy nem kell hozzá semmi, százszor olcsóbb az egész, gondoljanak bele, nem kell hozzá járásbíróság, megyei bíróság, legfelsőbb, alkotmánybíróság, ügyészek, jogászok, börtönőrök, rendőrök, mit tudja még, egész miskulancia. Mennyi pénzt spórolnánk meg? Mindet elküldhetnénk Ukrajnába. Úgyhogy én azt mondom, ha én rajtam múlna, holnaptól bevezetném a Romani Kriszt, és megszüntetném ezt a igazságszolgáltatást gácsó módra. És még sok minden más van olyan, én hallgattam Ildikót, és nekem tetszettek ezek a lovárik. Sok mindent át lehetne venni tőlük. Például ugye ott van a családhoz való hozzáállásuk. Míg mi nálunk gácsóknak minden 10 házasságból 6 már vállással végződik, akkor ő nálunk egy, legfeljebb másfél. Vagy hogyan összetartnak?
Bántsunk meg egyet közülük. Így fut az összes többi megvédeni, segíteni neki. Vajon mi, gágyok is így állunk hozzá? Vajon mi, magyarok is? Ennyire segítőkészek vagyunk egymással szemben? Úgyhogy volna mit elgondolkozni, csak van egy hatalmas nagy baj, hogy nem tiszteljük őket, nem szeretjük őket, és van rá okunk. Mégpedig az az egyetlen ok, hogy fölveszik tőlünk a nekik nem járó munkanélküli segélyt. Nem jár, mert nem dolgoztak meg érte. És így aztán könnyű lovárinak lenni, ha más fizeti meg a muzsika árát. Úgyhogy kedves lováriak, hajrá! Mondjatok le a segélyt, és éljünk egymás mellett, és vegyük át a lehető legjobb szokásokat egymást, és segítsük egymást. És mindjárt más lenne a helyzet. Másként állnánk hozzájuk. Nem csak mi ti hozzátok, hanem ti is mi hozzánk. Úgyhogy akkor aztán beszélhetnénk valamiféle társadalomról, de így. Szóval ennek így az egész. És megint hova jutottunk vissza? Oda, annál elkezdtem az elején. Egyik a libása, megint a politikai rendszer, aki így állította be, hogy két nép, aki becsülhetné egymást, és nem becsüli. Hát, ugye millió ilyen dolog is bekerült a könyvbe, ami hát ugye mindenképpen elgondolkoztató. Még azért hadd meséljek egy figuráról, én sok ilyen különleges, akár hóbortos alakkal találkoztam a könyv írása közepette, de leghóbortosabb megismerkedtem Magyarországon az úgynevezett cigán királlyal. Hát biztos, hogy ő a cigán király, mert még le is patentoltatta. Adott egy névjegykártyát, ő a Romanov Kraj, ráírva, I. Horváth József. Mondom neki, hogy te, Józsi, mert hát ilyen viszonyba kerültem egy királya, ez se esik meg naponta, mondom, te Józsi, mi ez a I. Horváth? De Tibikém, hát az nem I. Horváth, az első Horváth József. Az anyád szemét mondom. Te Józsi, de hogy lettél különben király? Hát engem megválasztottak. Na most kicsoda? 16, mindenki által elfogadott, bölcs, cigány, vezető. Mondom, azt a 16-ot kiválasztotta ki? Hát ki, ha én? Ja, mondom, hát így könnyű királynak lenni, ugye? Úgyhogy hát ilyenek is vannak, szóval sok minden ilyen furcsasággal, meg hát akár bolondossággal találkoztam. Na most már elmeséltem, hogy mi van a könyvben. De hadd meséljem el azt, hogy mi nincs. Biztosan nincs benne az, hogy leócsároltam volna a cigányokat, hogy a sárba tapostam volna, vagy leszóltam volna őket, de az sincs benne, hogy fölmagasztaltam volna ok nélkül. Mert az én egyem nem így jár. Az én egyem úgy jár, ahogyan legjobban kifejezte Molnár Judit, a Ma Hét főszerkesztő asszonya, aki azt mondta, hogy hát Tibikém, most olvastam végig a könyvedet, de én ebből nem tudtam megállapítani, hogy te szereted vagy utálod a cigányokat. Mondom, kedves Judit, hogyha te ezt olvastad ki belőle, akkor nagyon jól olvastad ki, mert én nálam nem így van. Mert én szeretem a belevaló, rendes embereket, a valamire való társaságot, és utálom a senkire, semmire valókat, a semmire kellőket. De ez független attól, hogy valaki magyarul vagy cigányul beszél, független, hogy szlovákul vagy akárhogy beszél, független, hogy milyen a bőre színe, fehér vagy barna, én nálam nem ez határozza meg, nem a származás határozza meg. És hogyha ez jött ki a könyvből, akkor én azt gondolom, hogy jó munkát végeztem, mert ez a véleményem is, és mást nem is tudtam volna leírni, még akkor se, hogyha akartam volna. Hát ennyi a könyvről, minden esetre. Én még ezen fölül is mondom, sok minden van benne. Meg lehet, hogy valamit nem érintettem, hát akkor tessék nyugodtan kérdezni, amíg itt vagyok, többet nem mondok, el kell olvasni, és jó szórakozást találnak benne. Amíg pedig átgondolják a kérdéseiket, hát én is iszok egy korty vizet, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak, köszönöm szépen eddigi figyelmet.
mindegyik könyvének védjegye egy befűzött színes szallag. Honnan az ötlet? És ki segíti a befűzésben? Hát, régi időkre vezet vissza, még a regényírás előtti időkre. Akkor, amikor Rimaszombatban egy katolikus kör nevű polgári társulásnak az elnöke lettem, élére álltam egy mozgalomnak, amely azt célozta meg, hogy szerezzünk magunknak egy magyar papot, mert magyar pap hiány fogyott a hívek száma. És akkor elkezdtünk ügyködni ebbe, és hát, hogy azért valami rendszer is legyen benne, megalkottuk ezt a polgári társulást, ami nagyon sikeres lett. Később még a célunkat is elértük, ugye, hát magyar papja lett a rimaszombati közösségek, ami senki nem itt volna, és nem is gondolt volna. De jó dolgokat csináltunk, de minden esetre, és milyen megkerülhetetlenné váltunk. És akkor, amikor már volt már lassan 100 tagunk, mindenképpen annak is köszönhető volt, hogy volt ilyen fülefarka az egésznek, jól meg volt szervezve. Tudtam, hogy kellenek olyanok is, amik így ismétlődnek. Mert ha van egy varrókör, no majd összeállunk akkor, amikor eszünkbe jut, hát akkor háromszor találkozunk, de egyszer már se tudjuk, hogy mi van, hogy van. De egy pedig minden hónap első szerdáján tartottunk egy összejövetelt, és erre általában hívtunk valamilyen előadókat is. Egyszer éppen a rozsnyói püspök urat. Hát mondom, mit adjunk neki ajándékba, hát most mivel lepjünk meg egy püspököt, ugye. És akkor eszembe jutott, hogy ha minket érdekel az ő véleménye, akkor hát ha őt is érdekli a mi véleményünk, és az akkor már le volt írva minden a havi lapunkban, amit azelőtt nagyjából egy évvel alapítottunk, Fákja Vivő címe. Elvittem hát az összes újságot egy papírboltba, és mondom, fogjátok össze, és rátették ezt a műanyag fésűs kötést, ugye, de hát az borzasztóan nézett ki rajta, azt én nem akartam úgy hagyni. És hát le is vettem róla ezt a műanyagot, akkor már ott voltak a újság szélén a lyukak, eszembe jutott, hát fogtam egy pántlikát, egy kerítésdrót darabbal befűztem, és ez lett a végeredmény, ami ezen a könyvön is van. Hát mindenkinek tetszett, ugye Püspök úr, és nem is ajándékot nézte, hanem ajándék szélét, még miközben beszélt, így csavargatta az ujjára, ugye csavargatta lefelé. Mindenkinek tetszett. És akkor elhatároztam, hogy ha én valamikor könyvet adok ki, akkor ez mindenképpen rákerül majd. És így is történt. Amikor megszületett a felvidéki szága, tudtam, már eleve úgy terveztük a borítót, hogy ez rajta legyen, és legyen valamiféle összhang az egészben. Hát és hogy kik csinálják meg, már esett szó róla, hogy az enyém Szlovákia legnagyobb erdei gomba feldolgozó cége, rengeteg cigány alkalmazotta, és hát ők a szezonon kívül szabad kapacitás, orvérzésig, ugye, és hát közülük. És az egész meg úgy kezdődött, hogy megállt nálam az egyik, hogy jaj, főnök, kölcsönözzön 200 eurót, mert kikapcsolják otthon a villanyt. Mondom, hogy testvér, én kölcsönözhetek neked, csak még azt kéne eldöntenünk, hogy ezt hogy fogod nekem visszafizetni, mert szezonban még ledolgozza, ugye, de most a szezonon kívül vagyunk, nagyon soká lesz még, hát ezért nem akarok egy évre kölcsönözni. Jaj, de valamit találjon ki, mert nagyon rossz a sötétben. Hát mondom, jól van, eszembe jutott, hát holnap hozzuk a könyveket, mutatom neki a prototípus, tessék, ezt kell megcsinálni. Hát mi ezt nem tudjuk. Ebben az esetben mondom, lehet hazamenni a sötétbe üldögélni. A nyomós érve 5 percen belül tudták. Úgyhogy másnap ott vagyok velük, mutatom a fortéjukat, mindent csinálják, látom rajtuk, hogy nagyba jár az agyuk. Főnök, mennyi időbe telik egy ilyen könyvet megírni? Hát mondom, miért érdekel? Idő, dorvérzés, trilógiának is neki foghatsz.
Né, úgy mégis. Hát mondom, 8-9 hónap. 8-9 hónap? Az igen. Azt mennyi időbe telik ezt elolvasni? Hát mondom, azért az rövidebb idő alatt is megmegy, arra nem kell annyi. Hát mondom, mindenki más tempóval olvasva, a saját magamét veszem figyelembe, akkor mondom, 3 és 4 nap. 4 nap? Mit csodálkozó more? Én amint megtanultam olvasni, én az alsó szeli könyvtárból heti 5 könyvet vittem haza. Praktikusan napi 1 könyvet olvastam. Azért nem hetet, mert nem adtak, 5 volt a maximum. Úgyhogy én olvastam ülve, állva, fejen állva, fekve, honfénynél, mindenhogy. Azt mondja nekem, hát jaj, de hát így könnyű mindent tudni. Neked meg morja, kivette valaki a közöttből a könyvet gyerekkorodban, hogy ilyen sanyarúsósra jutottál, hogy mostan a sötétség fenyeget. Úgyhogy hát ez nagyon jellemző történet erre, és mindig el is szoktam mondani, főleg, hogyha diákok előtt mesélek, hogy hát azért, kedves fiatalok, el lehet dönteni, hogy fogsz olvasni, vagy nem. De azért jó átgondolni azt is, hogy mire vezet a olvasás, meg mire olvasás hiánya. Úgyhogy hát ez ilyen. Úgyhogy hát ez volt a pántlika. Na és az, hogy ezután minden egyes könyvnek a gerince be lett fonva, kivéve az utolsót, ugye, a cigányúton, mert ez meg hát már kissé másként készült, mint a többi. Nekem eddig minden könyvborítót egy Hrabka Tibor nevű barátom tervezett, a Kalligram udvari tervezője, és hát ez született meg a legnehezebben, mert ugye hogyan kezdődik egy könyvborító? Fog a tervező egy jellemző fotót, és akkor ráírja a címet, a kiadó nevét, a szerző nevét, mit tudjam én, és hát ugye mind itt a klánban például. És akkor ugyanígy állt neki Hrabka barátom, ennek is fogott egy fotót cigányokról, de hát hozza nekem, meg vagy bolondulva, kukázó, és mondom, hát miért csak ilyenek vannak? Miért nem tetted rá a 100 tagú cigányzenekar? Vagy hol a cigányasszonyokat, tele aranyja, ott van kukázókat fogjuk, hogy hát szó se lett. Na ezen jól össze is kaptunk, hogy hát ilyet szoktunk, de hát ez nem probléma. Elmondtuk egymást ennek-annak, elment, dút-fút. És akkor egy ideig nem tudtunk közös nevezőre jutni azzal, hogy mi legyen, mi az, én is törtem a fejem, mi az, ami úgy minden cigányra érvényes. És aztán valahogy eszembe jutott, hát a rózsás anyag. Ugye, mert már láttam ilyenben a feketevárosi, ott van cigányokat is, a olá cigányasszonyokat, a 100 tagú cigányzenekart is, ilyen mellénybe. Úgyhogy, mondom, felhívtam őt, csinálj nekem rózsás anyagot, használja borítére. Dúlt fút, csinált először egy rózsacsokrossat, akkor átbehúzok. Szerencse, hogy nem vagyunk közelebb egymásra most. Na, végül is megcsinált, és ez lett az eredmény. Nekem tetszett. Na igen, de már így is túl csiricsáré, ugye, és hogyha még rá befontuk volna, akkor már túl tarka lett volna. Ami mondjuk a cigányok, mert azért még mindig elfogadható, de én nem cigány vagyok, hanem gácsa, és akkor nekem úgy gondoltam, viszont a pántlikáról még nem akartam lemondani. És hát akkor ez lett a kompromisszum, hogy azért a pántlika lógjon róla, de nem lesz a gerince befogva. És akkor igen, jó szórakozás volt az is, hogy megállapítsuk, hogy milyen színek legyenek rajta. Hát ugye, mondom, konzultáljunk profikkal. Elmentem a művészeti iskolába, Rimaszombatba, igazgató után mondom, van olyan képzőművésztek, aki cigán származású. Nem, muzsikus akármennyi, de képzőművész nincs, nem dekár. Nem baj, majd akkor máshogy kérek tanácsot, fölmentem a pántlikásba. Mondom, adjon nekem ebből a 5 mm-es pántlikába, ahány fajta szín van, mindegyikben 1 méter. Hát kell rakja, nekem volt vagy 30 fajta szín, ugye. És mondom a asszonkának, hogy maga szerint melyikek a legcigányosabb színek?
Mit tudjam én, azt mondja, nem vagyok én ciganyos, mondom, milyen kár, no dovoltje. Na nem baj, mondom, majd én megoldom. Lesz, van cigányom, azt mondom, bagár mennyi nekem. Lemegyek a üzletből, ott is áll egy ilyen 10-15 tagú csoport, férfiak, nők, vegyesek, oda megyek hozzájuk. Mondom, na választhatok ki már nekem legcigányosabb cigányt, de hogy választunk, hogy megbabonázzá bennünket, mi gulacigányok vagyunk, mi hiszünk ilyenekben, szó se lehet róla, nem akarlak, bebonázzam meg, de jól, hagyjatok meg, de mindegy. Szóval ott hattam őket. Megyek a bankba, mert akkor még Covid ideje alatt volt, ugye, és akkor kettesével engedtek csak be, ott állunk egy sorba, előttem pont egy cigányházaspár. Hát mondom, segítsenek már, ha itt vagy, nem veszünk semmit. Nem akarok semmit se eladni, hanem választanak, egy könyvet fog díszíteni. Könyvet ők, könyvvel nem foglalkoznak, ők csak egy könyvvel foglalkoznak, az a Biblia, mert ők jehovisták, nem állnak szolgatok. A franc egyen meg benneteket. Na mindegy, nem baj, mondom, lesz nekem 3-4 nap múlva lesz egy brigád, és majd ott, ott a sok cigány brigádus asszony, majd az. Ki is tettem nekik a pántligánkot, neki állnak a romungrók, ugye, a muzsikus cigányok, kiválasszák ezt a négyet, főnök, ez a legcigányosabb összeállítás. Oda gyűn hozzám a 3 olá cigány, azt mondja, főnök, felejtse, csak az arany. Hát akkor ugye még csak két ilyen vékony arany volt rajta. Mondom, ezért jó lenne eldönteni. És akkor tovább nyomoztam. Felfedeztem egy ilyen cigány divattervező irodát. Szóval, mit tudom én, Romani Design Budapesten. Elmegyek hozzá, fölhívtam először két ilyen nővér, cigányruhákat terveztek, egész jó volt, de nekem tetszett. Elmentem, mutatom nekik, és mondja, hogy oké, okay, hát jó a arany is, meg jó azok is, csak arany, a két vékony arany, azért az kevés. Mondom, nem, akkor megduplázzuk. Így lett ezen dupla vastag, ugye, és ez pedig így egymás ment, és akkor mind a kettőre azt mondták, hogy tökéletes, megfelel. Hát jó, van, mondta, jól elszórakoztunk, de leginkább az anyjukkal, akik velük ét, egyből ezt kinézett magának engem, ugye? És elkezdtünk dumálni mindent, mesélni nekem, hogy voltunk kint a lányokkal a Sziget Fesztiválon, és mondja, nekik volt csátruk, árulták a sok színes ruhát, fiatalok vették bőszen, ugye, tetszett nekik a sok. Azt mondja, én megjósoltam. Te tudja, nem igen tudok ezeknek a fiataloknak jósolni, hiszen ezeknek a nagy része buzi. Mondom, de én nem vagyok buzi nekem, azt látom, mondja. Na jósoljon nekem, de akkor jósolt nekem. Nagyszerűen el voltunk vele. Persze, ugye, hát el is tudom képzelni, hogy hogyan ezért nézett ki, sok kis nyálas, meg azt hozzá volt szokva, ezért a macsó cigányokhoz, ugye, ezt akkor jönnek ilyen kis, hát na, hadd ne jellemezzem őket. Szóval, így és ilyen dolog az, amikor egy könyv alkotódik, hogy így mondjam. Szépen lépés, én hagyom ilyen lazán, szórakozok vele, és egyszer csak majd valami kialakul. Úgyhogy, hát ez ugye. Van még két kérdésem. Könyvéből kiderül, hogy mindig a darás vészet kerülgeti. Szereti a veszélyes témákat? Ha persze. Hát hogy? Azt szeretem, ami anyám is ezt mondja különben. Ja, megmondtam valami. Anyu, írhatnék én a muskátli növésérő is, csak hányan fognak elgyönni, mondom, a könyvben mutatóra hányan fogják megvenni. Hát nem jobb ezek. Ja. És akkor tapogatja a fejem, mikor fog ma bedőlni a fejed, lányom. Hát arról írok, ami engem érdekel.
egyszerűen én úgy gondolom embereket is ezek a témák érdeklik. Most lehet a langy meleg, meg a félek, meg mit tudja, mert aki fél, az írja a muskát lélóhoz mindig, hát az nem üt vissza. Nem, nincsenek ilyen félelmet. De látom, hogy embereket is ez érdekli, azért veszik a könyveimet. Olyan számban, mint sehol máshol. Senki más könyveit nem veszik ilyen számban. Úgyhogy hál' Istennek. Előre is köszönöm. És mi lesz a következő könyvének a témája? Hát az pedig szintén egy roppant veszélyes népcsoport, a nők. Azt mondta egyik haverom, ha meg nem merném írni, tehát ezek lehúzzák rólad a bőrt is, hanem úgy is, nekik tetszik. De hát ez valójában szintén így van. Valójában a téma az a középkorú férfiaknak, vagy éltes korban internetes párkeresés. Párkereső a címe egyébként. Valójában ez is egy ilyen személyes indítatásból indult ki. Megirigyeltem az egyik barátomat, aki talált párt magának. Én hát két házasság után egy jó ideig egyedül voltam, de ez nem egy jó állapot. És akkor mondom, hogy csináltad? És azt mondja, hogy hát internetes társkereső. Mondom, az hogy néz ki, nem tudtam erről semmit. És akkor elmondta, hát beregisztráltam, és egy teljesen új világ tárult föl előttem. Teljesen... Nagyon-nagyon élvezetes is volt, meg szórakoztató is, meg nagyon érdekes. Tehát teljesen másként, hogy csak a kiinduló alapot ismertessem, ugye. Nem fogunk itt foglalkozni a 20-25 éves leánkákkal, azoknak a szerelmi életével úgyis tele van a internet, de ki ír vajon 55-60 évesek körül, pedig mink is sokan vagyunk, ugye? És de hasonlítsuk össze, hogy milyen egy asszony 25, meg milyen egy 55 évesen. Ugye 65 éves leánka, szexuális tapasztalata pár év, de egy 55 éves asszonynak 30-40 év. Ez mindjárt más tészta, ugye. Lehet, hogy ez a fiatal leányzó még akár szégyenkezhet is. Ne nyúj ide, ne nyúj oda. Szerintem egy 60 évesnek már mindenhol oda nyúltak, ahova oda lehetett nyúlni. Hát akkor a 20 évesnek még más céljai vannak. Ő férhez akar menni, a 60 éves már nem biztos. A családot akar a ifjú leányzó, és akkor ehhez képest kell viselkednie. Például nem feküdhet le bárkivel, vagy akárkivel, mert elterjed róla könnyű vér, aztán akkor nem veszi el senki. Meg jobban meg kell gondolnia, hogy hogyan viselkedik. Akkor meggondolni már egy 55-60 éves, azt csinál, amit akar. És akkor mi történik? Ugye nincs pénze például, hiszen még a élete elején van. És akkor mi történik? 25 évesen mondjuk férhez megy, elkezd szül 3 gyereket, fölnevelik rendes családba akár. És akkor 55-60 éves korában kirepülnek a gyerekek. És akkor ott marad ketten a férjével, akit akár már kellőképpen meg is utálhatott út közben, de hát együtt maradunk a gyerekekért, ilyen pozíció is van, ugye. És akkor egyszer csak azt mondja, na jó van, de együtt maradtunk, de most már nem maradunk, most már én következek. Én akarok jól élni, én akarom kiélvezni az életet. Megvan mindenem, megvan anyagilag, be vagyok biztosítva. De még új fiatal asszonynak érzem magamat. Egy éjjel háromszor is átugrom a tüzet, hogyha van, aki piszkálja a parazat kellőképpen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ott vannak olyanok is, akik mondjuk elválnak, és nem akarnak már további, egy mocskos biztonsa teszi rám többet a kezét, mondjuk, hát akkor nem.
de szállalmas, nagyon szállalmasan vannak, akik még akarnak, akik egy harmadik, vagy második, vagy harmadik lélegzetvételnyi életet akarnak. És ők alkotják mondjuk ezeknek a internetes társkeresőknek a közönségét. És roppant érdekes, hogy hogyan megy a viszony. Tehát én is mondom, hogyan találjak valakit magamnak enélkül, még ezelőtt. Ugye? Na, de egyetemista körömben könnyű volt, hát most felszedtem, hogy na, az ott volt elég, ott hagyott, vagy én, akkor felszedtem egy másik. Na, de most már 60 évesen, hogyan? Tehát ez más a helyzet. Azelőtt mondjuk a faluban éltünk, ugye voltak erre szakosodott öreg asszonyok, Tercsi néni, Júlcsi néni összeültek, ki lenne jó ennek a bandi gyereknek, összehozták őket, ugye. De most már hát nem alsószeli belagok, meg a Tercsi néni, Júlcsi néni sincsen, más a világ, szétmentünk, ez a segéderő sincsen. Szóval nem olyan egyszerű ez, de ez a, és akkor itt van ez a internetes társkereső, ami egyébként egy jó segédeszköz. Én nem vagyok odaja a internetes világért, de ez nem annyit jelent, hogy valamit segít, csak annyit, hogy összehoz. És amikor már találkoztunk személyesen, egyszer vagy akár másodszor, akkor már visszatérünk a klasszikus mederbe. De arra kell, hogy valakit megismerjük, fölvegyem vele a kapcsolatot, egymásra mozogjunk, kicsit kikérdezzük, miről, hol lakik, mit csinál, mit tudja, milyen gondolkodás, mondja, én is elmondom magamét, meghallgatom a hangját, ugye, aztán találkozunk személyesen. És akkor meglátod, személyben nézzük, de utána már ugyanúgy folyik, mint hogyha, én nem tudom, egy bálon ismerkedte volna meg vele. De minden esetre ez egy modern dolog, ami hát én esetemben mindenképpen működött, mert én megtaláltam a magam párját, nagyon-nagyon boldog is vagyok tőle, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyesmi. Hát erről te fog szólni. De ebben is sok minden lesz még, persze. Hát ugye azért én is elgondolkoztam eddigi pályafutásommal az Őrös nőügyeimen. És hát mondom, azért jó lenne, mondom, egy kicsit átgondolni, mert nem véletlen, hogy kétszer elváltam, ugye valami hibát csak követtem el. Annyira jó lettem volna, akkor még mindig elsővel vagyok. No de, akkor mondom, utána nézünk ennek is. Véletlenül összefutottam egy régi barátnőmmel. Mondom neki, hogy régi szeretőmmel. Mondom neki, hogy te hogyan emlékszel rá? És milyen volt a mi közös kis játékunk annak idején. Azt mondja nekem, hogy amúgy nem volt árosz fickó. Na mi az, hogy amúgy? Mi az, hogy amúgy? Én teljesen úgy vettem, hogy én nagyszerű gyerek voltam, még hogy amúgy. Na ezt itt fejtsünk ki, ugye. És akkor kikérdeztem a Tövérű hegyére, kiderült, hogy teljesen másként emlékszik, mint én. Még nem is hasonlított a két történet egymáshoz. Na, beindult a fantáziám, meg kikerestem még néhányat, megkerestem őket. Na, gyere, üljünk, csak lebeszélgessünk. Na, és hát, úgy látszik. De 100 millió dolog is van. Ezért megvádoltak egyik helyen, ugye ilyen szent asszonyoknak adtam elő, azok is megkérdezték, mi lesz a következő. Mondom ezt, ó, ez paráznak. Mi az, hogy paráználkodás? Na, mert a mostani párom, özvegyasszony, én szabad ember vagyok, miért paráználkodás? Benne van ugye a 10 parancsolatban, de ez vajon mi számít annak? Nem is tudtam pontosan. Hát ugye régen könnyebb volt a középkorban, azt mondták, ha nem gyereknemzésért, akkor az már paráználkodás. De most már azért egy ház is kicsit változott. Elmentem a plébánoshoz és megkérdeztem tőle, hogy atya, vegyük át ezt a témát egy kicsit, mert hát... És kiderült, hogy nem paráznak, legalábbis ő nem büntet meg érte, nem kell imádkoznom érte, ha bevallom. Volt egy kis entyen-pentyen. Úgyhogy nem ilyen. Úgyhogy biztos, hogy ezt is nagy örömmel írom. Köszönöm szépen. Esetleg valakinek kérdése? Köszönjük.
este volt. Köszönöm szépen.